Négy évtizedes munkájáért Bősze Sándor díjat adományozott Erdész Ádámnak a Magyar Levéltárak vezetőinek tanácsa. Az indoklásban az szerepel, hogy Erdész Ádám a levéltáros szakma számos területén végzett kimagasló munkát. Négy évtizedes pályafutása alatt nem csak a tudományos kutatások, a forrásfeltárás, a kiadványkészítés, hanem a szakmai érdekképviselet terén is nagy jelentőséggel bíró munkát végzett. A Békés-megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója elmondta, számára azért is kedves ez a díj, mert a névadó Bősze Sándorral pályatársakként jó kapcsolatot ápoltak. Bősze Sándor neve a mi szakmánkban nagyon sokat mond. Ez egy nagy presztízsű díj, hiszen azok adják, akik a szakmát belülről és nagyon jól ismerik. Nagy presztízsű azért is, mert az a névsor, amihez most oda került az én nevem, a legkiválóbb kollégák közül tartalmaz néhány nevet. Személy szerint is sokat jelent ez a díj. Ez egy kis szomorúsággal is vegyes. Bősze Sándorral, a díj névadójával egykorúak voltunk. Erdész Ádám nyugdíjasként sem szakadt el a szakmától, sőt, mint mondta, így több ideje van arra, amit a legszívesebben csinál. Készül a Scherer monográfia és a Márki Napló újabb kötete is. A vége felé jár az a két Scherer monográfia, Scherer memoár monográfusunknak és édesapjának a memoárja, amelyről többször beszéltem a Gyula televízióban, készül a Márki Napló újabb kötete, és hát az, ami a nyári időszakot lekötötte, az egy angol nyelvű könyv Kner Albertről, a nyomdaalapító Kner Izidor legkisebb fiáról, amelyet egy amerikai kollégával együtt írunk. Az én részem már le is van fordítva, még azt is hozzáteszem, hogy nem akárki fordította, egy John Batki nevű Amerikában élő úr, aki neves Földingnek, Krasznahorkai Lászlónak utolsó három kötetét is fordította. A Kner Albertről, vagyis a nyomdaalapító Kner Izidor fiáról szóló, várhatóan gazdagon illusztrált kötet egyenlőre az Egyesült Államokban jelenik majd meg, de nem kizárt, hogy később Magyarországon is elérhető lesz.